Készülnek a szendvicsek ebben a Csenger Simai épületben. Az önkormányzat dolgozói és a településen élő önkéntesek segítenek azoknak az Ukrajnából érkező menekülteknek, akik Románia felől jönnek át Magyarországra. Az utóbbi két hétben napról napra többen érkeztek, így a helyieknek gyorsan kellett megszervezni a karitatív munkát. Hogyha éjszaka van rá szükség, akkor éjszaka készítsük, például, hogyha elfogy. Mert először ugye, akik jöttek, azok nem nagyon tartottak igényt erre a szolgáltatásra. Na, elég jó autókkal jöttek, luxus járművekkel, inkább úgy mondanám. Viszont most már sokan jönnek busszal, szervezettebb formában, és ők már azért rá vannak szorulva ez az ellátásra. Csenger Simán a református gyülekezet épületében alakította ki szálláshelyet az ide érkező menekülteknek. 34 főt tudnak itt éjszakára befogadni. Az elmúlt héten minden este megtelt az épület, sőt olyan is előfordult, hogy ennél is többen érkeztek. A településen összefogtak a történelmi egyházak, hogy az ellátás mellett lehetőségeik szerint lelkileg is segítsenek a bajba jutottaknak. Mivel ugye az anyukák alszanak együtt a gyermekeikkel is, ezért volt már olyan, hogy 40 fő is aludt nálunk egy-egy éjszaka, az utóbbi héten végig telt házzal működtünk. Mire ide érnek, akkorára lecsillapodnak. A nyelv is akadály nyilvánvaló, ami angolul tudunk helyben velük kommunikálni, és éppen ezért kevéssé tudnak megnyílni, vagy netán már annyira fáradtak, mikor éjszaka ide érkeznek, hogy tényleg csak egy ágyat szeretnének és lezuhanyozni. Kevés alkalomban a kommunikációra, hogy a lelkeket ápoljuk. És jellemzően ugye reggel már mennek is tovább, tehát mi tényleg ilyen tűzoltó segítségnyújtás vagyunk számukra azon a hosszú úton, amit elkezdtek és valahol majd Európában befejeznek. Ott jártunkkor egy család volt már csak a gyülekezeti házban, ők arra vártak, hogy megjavítsák az autójukat. Az ukrán fővárosból kellett elmenekülniük, Németországba tartanak. We are from Kiev and we come here because of war in our country. Kievből érkeztünk, amiatt, mert az országunkban háború dúl. Nagyon kedvesen fogadtak minket itt Magyarországon, ezen a helyen is sokat segítettek. Sajnos elromlott az autónk, ezért kellett itt megállnunk, és nagyon hálásak vagyunk, hogy szállást biztosítottak nekünk itt. A Csenger Simai román-magyar határátkelő helyen az elmúlt héten több mint 40 ezer ukrán menekült jött át Magyarországra. Ezen a héten újabb hullámra számítanak, így ezt az állomást is meg kellett erősíteni, 6 sávban történik a beléptetés. Ugye minden egyes menekültnek állítanak ki egy olyan okmányt, amivel, hogyha átlép itt a magyar határt, utána bárhol, bármelyik országba tud vele menni, hogy ugye ő már regisztrálva van, és ugye nem egyszerű ezeknek az okmányoknak egyébként a kiállítása, mert civil betűs, kézzel írott sok igazolvány, és azért halad ilyen lassan a határátkelés. A határátkelő helyen a Magyar Vöröskereszt önkéntesei nyújtanak azonnali segítséget a Magyarországra érkezőknek. A polgármester hozzátette, a néhány nappal ezelőtti miniszterelnöki látogatás óta sokkal több segítséget kap az önkormányzat a környező településektől és az állami szervektől, így a következő napok feladatait a korábbinál is felkészültebben várják.